Új autószalon nyílt Szirma Besenyő kapujában. A több mint 3500 négyzetméteres épület együttesben kiállítóterem, márkaszerviz és irodák is helyet kaptak. A cég 8 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, családi vállalkozásból a régió egyik legsikeresebb prémium autókereskedésévé nőtte ki magát. Az új szalonban csaknem 100 munkatárs várja az ügyfeleket. Pontosan 8 évvel ezelőtt, 2016 novemberében nyitotta meg ünnepélyesen is kapuit. Az autószalon elmúlt 8 évét idézték vissza az új márka kereskedés és szerviz megnyitóján. Családi vállalkozásként néhány alkalmazottal indult a munka Szirma Besenyőn, mára pedig a régió egyik meghatározó gazdasági szereplője lett. A cég ügyvezetője ünnepi beszédében kiemelte, az új szalont találkozási pontnak szánja az emberek számára. Ezt az autómárkát a világ más pontjain is, sőt Magyarországon is számtalan helyen lehet kapni. Itt is az emberi tényező az, amivel kalkulálunk. Csupán azért, hogy beköltözünk ebbe a csodálatos épületbe, alig ha fognak többet vásárolni vagy szervizelni nálunk ügyfelek. Éppen ezért számítunk most is nagyon a kiváló munkatársainkra. Az új szalon létrejötte mögött kemény és megfeszített munka van. Ezt már Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondta. Tudjuk mindannyian, milyen időket éltünk át az elmúlt időszakban. Covid-járvány, háború, gazdasági válság Európában, Magyarországon és Miskolcon is. Mi pedig itt a másik oldalon a kormánnyal együtt igyekszünk segíteni a vállalkozásokat, a beruházásokat. A megnyitó alkalmából az automárka magyarországi ügyvezető igazgatója egy emlékplakettel készült a szalon vezetőjének. Kiemelte, partnerségük új mérföldkőhöz érkezett. Olyan érzés, mintha csak tegnap lett volna, amikor 2023. júliusában sokan itt voltunk az alapkőletételi ünnepségen, és most alig több mint egy évvel később ismét itt vagyunk és tanúi lehetünk annak, hogyan kelt életre ez az ambíciózus projekt, mondta Fabiola Attori. Az új 3500 négyzetméteres épületben kiállítóterem, márka szerviz és irodák kaptak helyet, és csaknem 100 munkatárs gondoskodik az ügyfelekről.